Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, és köszöntöm Sejjen Viktort a JUSZ-től. Iparhangjai podcast sorozatunk most már a második rész, második epizód, intralogisztika a témánk, és nagyon izgalmas lesz raktározás, szállítmányozás, logisztika, intralogisztika, nagyon sok minden érdekesség, kulisszatitok, ha úgy tetszik. Kezdjük rögtön az elsővel, Viktor. Jó, egyébként te a a Jusk műszaki menedzsere vagy, ugye okay. ez így pontos? Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, igen, helyesen, a, az Ecsari Logisztikai Központnak a műszaki vezetője vagyok. És Jüszk, nem iszk. és én azt mondtam neked, amikor beszélgettünk, meg beültél a igen. stúdióba, hogy ezt érdemes azért beszélni, mert nagyon sokaktól én a iszket hallom, és te azt mondtad, hogy nem, ez jüszk, és ott a te neved, a sejem, az sem egyszerű, ugye? Az sem egyszerű, igen, mert ugye az, az északi országok az Y-nek mondják, mm. és érdekes volt, mikor én egy fincégnél dolgoztam, akkor kiutaztam hozzájuk helsinki és ott Szelőemnek hívta, mm. és nem értettem, Szép. hogy miért, és mm. utána felvilágosítottak, hogy emiatt. Úgyhogy ezért e, a ISK-nek is a, uh -huh. azért nem ISK, hanem ISK, mert az Y-t Jó, Mert de, Jütland szigetéről de, származott. Jó, de, de nem, de intralogisztika és nem üntralogisztika, ez egészen biztos. <laughs> igen, és a Intralogisztika, akkor is puskázom a legnagyobb hazai létesítménye rendelkező cég Igen, legnagyobb, vezetője. Igen, 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 legnagyobb Magyarország egy légterű raktár. Uh -huh. Itt. Ez ezer négyzetméter épített épület. Azt szokták mondani, hogy az ember le tudja képezni futballpályába, vagy nem tudom. Ez de. körülbelül 20 futballpályányi hmm. terület. Az sok. Igen. És az mind egy raktár. Ez mind egy raktár, Mind igen. egy nagy doboz. Igen. igen, Na, igen ebbe igen. a dobozba segítesz most egy kicsit itt a hallgatóknak, a nézőknek belemászni, belemenni. Jó, meg Sőt, még azt is mondani, hogy egy ilyen doboz, hogy fog kinézni 5-10... 15 év múlva, ha lehet ennyire előre látni az intralogisztikában, ezt majd megmondod. Igen, 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 igen. Ugye én úgy csöppentem bele az építés folyamán ebbe az egész projektbe, én nem láttam bele a tervezés folyamatába, hogy milyen paraméterek alapján tervezték meg ezt az egész épületet. De most már lassan három éve ott dolgozom, ezért most már azért rálátással rendelkezem, hogy mégis ez hogy működhetett annak idején. Ugye a JÜSZK-nek ez már a kilencedik raktárépülete. Elég nagy tapasztalattal rendelkezett már, hogy lehet mondani, igen. Igen, hogy, hogy ezt milyen paraméterek alapján tervezze meg. Most indítják a holland projektet, az építkezési fázist, ez már a tizedik raktár mm. lesz, illetve Spanyolországban most vásárolják a, az új területet, az új tizenegyedik raktárnak. Mm. Ugye ez a bővítés miatt történik. Ö, minden ilyen új raktárnál ugye az előzőekben szerzett tapasztalatokat implementálják, illetve fejlesztik is tovább. Ez hogy a gépkocsi gyártást, nem? igen, hogy nemhogy hallgat, hát mindig van egy Ráncfelvarás, meg van egy új, aztán jön egy új, és akkor nyilván akkor a holland az sok, még, még, még modernebb lesz. lesz. Még nagyobb fokú automatizálás fog benne készülni, ami ha sikeres, és beválik, akkor nálunk is az implementálva lesz. Tehát, Tehát valamennyi visszahozható akár. Valamennyi itt. visszahozható, igen. Jó, azt nagyjából még én is összetudnám rakni, alapfokon, hogy egy ilyen raktárbázist hova kéne, vagy egy ilyen raktárt hova kéne fölépíteni. Mert ezt mindenki tudja, hogy, hogy autópály, lokáció, igen, igen. munkaerő, infrastruktúra, kedvező környezet, ugye hát itt nyilván politikai, gazdasági, nem tudom, geopolitikai igen, kérdések igen, igen, is igen, szóba jönnek. De egyébként, igen. hogy kell elképzelni egy ilyen, egy ilyen lokációt? Értem a tervezésre, nem voltál itt, de milyen szempontok vannak, még ami nekem nem jut eszembe? Hát, amiket említettél, ezek a legfontosabbak, illetve amit kell még nézni, hogy Öh, hogy ahova szállítunk, attól, attól milyen messzire vagyunk, hogy tudunk spórolni ezen. Ugye a szállítási költségek nagyon magasak, kiszámíthatatlanok is néha, ugye az időjárás, a dugók, a különböző a megyé... díjak például, igen, az az ügyelmekednek. Igen. Igen. igen, a karbonkibocsátás is ugye ide mondható. A mi logisztikai központunkkal éves szinten megspórolunk 4,5 millió kilométert, illetve 3600 tonna karbondioxid. Tehát ha ezt, dióxikai... akkor a szállazók mert az is fontos, hogy hol van, hogy hova szállít, tehát honnan igen. és hova szállít, tehát milyen régiót fed le. Igen. És ugye, mondjuk, ha jól értem ezt a semlegesítést, akkor ez vasutat is jelenthet, ugye? A beszállításnál igen. igen. Hmm. Kiszállításnál. Tehát nem, vasúti kapcsolat, így gondoltam. Igen. Uh... Ugye mi hét országot fogunk kiszolgálni, jelen pillanatban most hat országot szolgálunk ki, tehát hét országra lett tervezve ez a logisztikai központ. Etszerről, igen. E, rajtunk kívül ma Szlovákiát, Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát szolgáljuk ki, és jövő év folyamán fog hozzánk csatlakozni Ausztria. E, ez nagy fogásnak számít, igen? fogásnak. Amikor van mondjuk, nem tudom, öt ország vagy hat ország, ez a honfoglaló játék, nem? És akkor azt, azt mondom, hogy, na akkor még Ausztria is hozzám. Azért az igényes piac, komoly piac, nehéz piac, nem tudom? Ö, nem, nem, akkora uh -huh. léptékű. Ö, áruházakban ugyanakkora léptékű, uh -huh. mint Magyarország, viszont ö, kisebb forgalommal forgalom Jó, szállítmányozás, az, 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 az infrastruktúrába beleértettem, de nyilván ez közúton történik, Igen. vasúti Igen. lehetőség az adott. Vasúti lehetőség olyan mértékben, hogy ugye mi leginkább távol keletről szerezzük be a termékeinket, legnagyobb részt. Ezek ugye hajózással kerülnek Kóperbe, Szlovéniába, a Kikötőbe, ami után ugye áthelyezik vasútra ezeket a konténereket, és elszállítják Csepelre. Ugye Csepelen átrakják ugye a kamionokra, és úgy szállítják be hozzánk ezeket a termékeket. Rosszul mondom, nem csak a honfoglaló játék juthat eszembe. A malom játék, ugye, ha, ha, emlékszel rá, hogy hova teszem le a köveket. Igen, ugye? Igen, Tehát a raktárbázis az hol van? Ecserem vagy valahol máshol? Honnan akarok, hova akarok szállítmányozni? Hát és ez izgalmas, mert van egy halmaz országom, amit kiszolgálok, de ha még hozzákapok egyet-kettőt, akkor, akkor, akkor még inkább komoly fejtörést okoz ez logisztika, intralogisztika, mindenféle szempontból. Igen, meg a szállítmányozók, hogy megfelelő szállítmányozó Igen. céget is találjunk, akik ezt tudják nekünk teljesíteni. Ugye már Szerbia és bosznia hercegovina is egy új kihívás volt a részünkről, mert ugye itt már a vámkezelés az egy, egy plusz lépcsőfog, amit be kell liktatni, és nem, nem, könnyű, nagyon sok papírmunkával jár. Meg sok költsége. Az előbb már az emelkedő költségeket, nyilván mindenki a költségeken fogni akar, takarékoskodni akar. Ilyenkor mindenkinek eszébe jut, aki csak vásárlóként megy a üzbe, annak is, hogy hát akkor nyilván valamit meg kell, meg kell fognom, valamit vissza kell vennem, ugye? szóba jött az automatizáció, azt ilyenkor mindenki mondja, automatizáció, robotizáció, az is nagyon izgalmas feladat megtervezni, egy ilyen hatalmas 140 ezer, azt mondtad? 143 ezer négyzetméter. Ezt felírom magamnak, mert most fog. <laughs> 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 ekkor a dobozt, hogy, hogy automatizálok, mivel automatizálok, ez mind nagyon fontos kérdés. És hát mennyire lehet előre látni ebben a folyton mozgó és fejlődő evolúciót átélő ökoszisztémában. Tehát, hogy automatizálok most, ami holnap után is megállja a helyét. Ez komoly dolog. Igen, ezek nagyon komoly dolog, és szerintem ez nagy kihívás mindenki részéről. Annak a cégnek is, aki ezt nekünk szállított, ez a német körber cég volt, aki nekünk szállított ezt az automatizálást, nekik is ez egy nagyon nagy referencia volt. Ez, az a, ez, a, ez a raktárépületnek a megépítése. A mérete miatt? A mérete miatt is, hmm. igen, meg az összetettsége miatt is. Ö, nem mondok el, ez egy 200 millió eurós beruházás volt, aminek fele az automatizálásról szólt. Ez ma, a két, ez, ez hatalmas összeg, ez mit takar a dobozt? Meg ami benne van? Igen. Aha. Ez az épület plusz ami benne van. Igen, automatizáltsági szint. És most itt nálunk az automatizáltsági szint az csak a raktározást érinti. Tehát mi még manuálisan komissiózunk az épületen belül. Ez abból adódik, hogy a termékeinknek a méret, illetve a súlybeli különbsége annyira jelentős, hogy erre nagyon nehéz automatizált ezek píten. nem dobozos tejek, amiből egy milliót föl lehet így is, úgy is rakni. És meg, nem üdítőital, igen. 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 Meg, hát, meg hát három az egyben, ez a az, ez az 143 ezer négyzetméter, ez három az egyben, ugye, meg kisker, nagyker, meg az egyéni... Online kiszolgálás, igen, igen, tehát az elkereskedelem is magába foglalja ez a, ez a raktár. Tehát éter. ami a JUSZ-ben van aki tudja, és járatos az igen. áruházban, a választékban, az nem tudom hány ezer vagy tízezer féle termék, az nagy esélye, jó eséllyel ott van ebben a nagy dobozban. Minden termék ott van a dobozban, igen. És ezt kell valamilyen módon fölpolcozni, ugye, és úgy, igen. úgy megoldani, hogy a leghatékonyabb legyen annak a, annak a csomagolása. Hogy tényleg, az áru az milyen utat jár be? Azt értettem, hogy, hogy kóper, értettem, hogy, hogy mondjuk, hogy begördül az a kamion igen. igen, igen. Uh, Valahogy falra betolat, ugye? Vagy nem tudom be. Igen, a, a konténereket betolatják uh, a rakodórámpás kapunkhoz. Ez a beoldalon, az érkezés oldalon 44-en rakodó kapunk van. Tehát azért elég sok kamion be tud dokkolni. Ezt a... szoktuk látni az autópályákat, hogy ott, igen, ott igen, igen, ezek igen. a lukak, és rátolatott a kamion. Igen, 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 ez, igen, ez igen. Eddig meg. Aztán utána sűrű homály, mert oda már az ember nem halandó, ember nem nagyon úgy be. kell nézni ezeket a konténereket, hogy ezek pupig megvannak vannak tőle. <laughs> Tehát egy, egy gombostüt nem lehetne leejteni, úgy be ezeket a dobozokat. Most itt a kollégák nekiállnak ezt valamilyen módszerrel kipakolni. Legtöbb esetben kézzel. Kézzel kipakolják, és ezekből rakatot építenek akár egy raklapra, tehát egy euró raklapra, vagy platformokra. Ezek ilyen nagyobb méretű az Európalettának a duplája, vagy még annál is nagyobb ilyen fém platform. Kis raklap, nagy raklap. Igen, 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 igen. igen, igen, igen. Fölépítik. És akkor ellátják, ez bevételezik ezt az árut, hogy beviszik a rendszerbe. Ugye van egy warehouse management szoftver, ezt raktárirányítási szoftvernek is nevezik, ami az egész készletet ugye felügyeli, irányítja ezeknek a mozgását. Bevételezik az árukat, a raklapra elhelyeznek egy vonalkódot. Ezután ezt a raklapot, palettát Ráhelyezik egy pályára, Na, innentől kezdve átadták az automatizálásnak. Na, ez a pálya, ez, ez egy, mint a futószalag, egy nem görgős sor. Görgős, ol, görgős igen, ol, igen, ol, igen, igen, ezt úgy kell elképzelni, lehet ez futószalag. Na, is mint a reptéren, így. mikor elmegy a csomagom. Igen. Ez szóval talán megjön a másik oldalon. Na, ugyanezt történik itt is. Hm úgymond, mint a reptéri csomagot feladják itt is a palettát, és onnantól kezdve, amíg a rendszer ki nem adja, ez onnantól kezdve fekete ö, doboz történet, nem tudjuk, hogy mi, csak a rendszerben látjuk, hogy ez hol lehet. Ugye ezt a szkennerek, ahogy beadtuk ide a konvejor pályákra a palettát, leolvassák a vonalkódot, innentől kezdve egy automata fóliázó gép be fogja csomagolni, hogy a kellő stabilitást megadjuk ennek a palettának. A Védettséget is ad, meg stabilitást is ad. Összetartja igen. a dolog, igen. 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 Innentől kezdve liftekkel fölemeljük az első szintre, ahol szállítókocsiknak adjuk át. Ezt egy ilyen sinen, gördülő kis kocsik. Emberi Emberi beavatkozás Persze. nélkül ja, működnek, mivel hogy két magas raktárunk van, mindegyikhez tartozik egy, egy ilyen loopnak nevezett kis körpálya, amin ezek mozognak, ezek a szállítókocsik, és ugye a magas raktárakban lévő gépekhez elszállítják ezeket a, a palettákat, és átadják nekik ezeknek a felrakógépeknek. Úgy kell elképzelni ezt a két nagy doboz, hogy ez teljesen fekete dobozként működik, tehát még világítás is csak nagyon minimálisan van bennük. A ja, magát a raktár, ezt akartam igen. is kérdezni. Nincs is nagyon meleg, mert minek, Mert emberek nem nagyon mozognak, ez, ez az a következő, és hát a fény sem nagyon kell. Csak azért, hogy mit tud igen. megspórolni valaki, hogyha automatizálja a raktárát. Igen, végül, meg milyen nehézségeket tud tiszűrni. Nem még. nagyon kell fűteni, elég csak egy temperálás, temperálás. de még az se kell neki, mert akkor a légtömeggel rendelkezik, hogy egyszerűen a mai tél nem tudja nem tudom. eléggé lehűteni, a, a nyarak meg nem tudják eléggé felmelegíteni. Tehát akkor a több millió légkörméterről beszélünk itt. 210 000 raklapnyi hely van ezekben a raktárakban. 24 felrakógép dolgozik. Ezek 40 méter magasak. Tehát itt azt is ugye figyelembe kell venni, hogy ezek az automata raktárak nagyon helytakarékosak. Tehát minél négy, több árut kell, minél, minél kisebb, kisebb helyen, helyen tárolni. Ez, 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 ez egy ökölszabály nálatok igen. az logisztikában. Igen, igen, igen. É, ugye ezt manuálisan nem lehet megoldani, mert ugye az embernek a látástávolsága mm. is korlátozott, és ugye targoncával nem tudja olyan. A 40 méter, bocsánat, hogy közben, a 40 méter, akkor ezek szerint a nagy dobozotok az 40 méter magas? Igen. Igen. Az egy tíz emeletes ház, hát, úgy, 15. Úgy, 15 jól lehetett. Igen, igen, hát. igen, igen. És közel vagyunk a reptérhez, azért igen. tele van rakva piros fényel is a teteje, hogy véletlenül hát, ne se oda szálljanak le. Tehát ha a kedves hallgató egyébként repül majd hmm. valahova, igen? És ha úgy áll a repülőgép és ablak mellettül, akkor nagyon könnyen észreveheti ezt a logisztikai központot. Óriási nagy 140 négyzet, és piros fények vannak a tetején. csak is. van rajta felirat is, hogy JUSK. Igen, okay. van. van a, az Rendben, van. Ahogy téged hallgatlak, Viktor, aztán már rengeteg kérdésem van, azért itt a, a mozgás az, az alapvetés, a mozgás a mozgatás nyilván. Igen, a, igen, eb igen. Ebben, ebben ugye az automatizálás játsz a fő szerepet, a szenzorok, a vezérlők, amiket a Siemens- hmm szállított nekünk és egy nagyon jó kapcsolatunk van velük a, a van egy érdekes robotkarunk is, amit ugyanúgy csak Siemens dolgok vezérelnek, PLC-k. Ő válogatja, igen, ő komissiózik? Nem, Őválogatja, ki a raklapokat. Ugye Aha. az automata rendszerben mindenféle rossz minőségű raklapot nem tudunk beletenni, mert ugye a szenzorokat megzavarja, a, görgős konvejor pályák, a, a, hát ugye egy kiszakadt csavar, vagy egy leszakadt deszka, igen, az nem elképzelhető. Igen, igen. nem, nem, azokat hmm. nem szabad szóval betenni, mert onnantól kezdve, hogy a rendszernek a teljesítményét Ugye csökkentik ezeket, de a technikusokat oda kell küldeni, ezeket elhárítani, ezeket a hibákat. És ez a ez a... Robotkar. Robotkar egy mesterséges intelligenciával van ellátva, tehát ő nézi bizonyos kamerákon keresztül, hogy ezek a raklapok töröttek-e, hibásak-e, megfelelően tiszták-e, és, és így szortírozza ezeket a raklapokat, különböző kategóriákba sorolja, mert ugye nem kell kidobni mindent. Persze, Persze van olyan kategória, ami sérült, hmm. ezeket visszaszállítjuk a beszállítónak, de például az üzletekbe kivinni a termékeket ez még tökéletesen megfelelő. Iparhangjai műsor podcast, intralogisztika legnagyobb hazai létesítmény Jüszk, óriási raktár egyszerűen. Erről Igen, sem Viktor, a rendben. A ember az mennyi van ebbe a szürke dobozba? Érdezni. Hol van ember, hol, hol látja utoljára azt a pakkot, és mikor látja újra? Ugye ez egy nagyon érdekes, amikor mi kipakoljuk ezeket a konténereket, ott van egy emberi közreműködés. Azt mondtad, hogy ki kell szedni, igen. Igen. Meg ha az automata rendszer kitárolja ezeket a lekért raklapokat, onnantól kezdve ők szállítják ezt a komissiózónába ezeket a palettákat a megfelelő helyre, dedikált helyekre, ahol targoncán egy raklappal megy körbe a munkás, a raktári dolgozó, és, és szedegeti össze azokat a termékeket, amiket az üzlet Innen megrende. egy lámpa, onnan egy párna, onnan igen, egy kertibútor, ugye így pontosan, rakja össze, pontosan. attól függ, hogy mekkora ládája van. Igen. Összerak egy üzlet által leadott rendelésnek Aha. megfelelő tételt, és ezt utána, amikor összeállt egy ilyen raklap, paletta, akkor beadja egy újabb automat a fóliázó hogy ilyen, hogy a szállítási stabilitást is meg tudjuk Lecek, adni. Egyszer levetkőztettem, kicsomagoltattam, és akkor újra történik Igen, ez a védelem pontosan. és a stabilitás. Ott kell ember. Szerintem Hollandiában a következő űzkraktárban már lehet, hogy ez a folyamat, Amikor Nagy jön a jó látod. ember, ugye? Igen. Igen. az lesz ki, az a következő. Igen. Sőt, hát igen. már vannak ilyen technológiák, mondtam neked, hogy, hogy robotintegrátorokkal is szoktam beszélgetni, bár nem értek a témát, hogy vannak már nyilván ilyenek is. Ez lesz a következő. Igen, 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 igen. Ami nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Mm. Én már láttam a terveket ezzel kapcsolatban egy videót. Nem kaptuk még meg, sajnos mm. nem tudjuk mutogatni, de nagyon-nagyon de izgalmasnak tűnik. És ezen. ha ez Hollandiába beválik, és miért ne válna be, igen. akkor nyilván utána ez. Ez itt Magyarországon is beilleszthető. Több. Ez is nagyon fontos, hogy azt a raktárat úgy tervezték, meg az automatizációt, meg az összes többi mobilitást benne, hogy azután bővíthető legyen. Igen, bővíthető. Ez nagyon fontos az épületre vonatkozólag is úgy lett megtervezve ez az egész raktárcsarnok, hogy a dupla kapacitást elérjük. Tehát még két ilyen magas raktárt tudunk építeni, tudjuk bővíteni az épületet. Ö ezt úgy kell képzelni, hogy ez még pluszban egy ilyen 30-40 ezer négyzetméternyi, és 210 ezer palettányi az az Azt személye, a számokat nem jegyzem tovább, sok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. sok. Én arra gondoltam, hogy belül. Tehát ha ez a változás, hogy ott már azon a gépen, vagy targoncán, ahogy mondtad, hát az is nyilván már nem dízel targonca. Tehát nem elektromos targoncákat. A ha következő az önjáró lesz majd, meg a bolygókerekes, nem tudom micsoda. Na, igen. Szóval, hogy az majd illeszthető legyen ebben a, most, ebben a mostani struktúrában. Igen, tehát egy tervezésnél az nagyon-nagyon fontos, hogy rendszer szinten gondolkodjunk. Tehát ne adhok megoldásokat akarjunk létrehozni, hanem minden egyes eleme illeszthető legyen. Mert úgy tudjuk a szoftveres résszel nyomon követni az áruknak a teljes mozgását, és visszakövetni is, ha valami probléma adódik. Ugye vannak ezek a nagyon hangzatos három betűs szavak, ezek a KPI, ugye most hmm. erre épül minden, ugye a hmm. performance, hmm. hogy mi alapján mérjük. Ugye ezeket csak úgy tudjuk nyomon követni, visszakövetni, ha ezek egy... Egy rendszer által teljesen kontrollálható. Ha én most lemegyek egy másik boltba, és veszek egy autóvat a gépet, amit nem tudok rendszer szinten Igen, beilleszteni, akkor, akkor, akkor hiába, akkor hiába költöttünk a... rá sokat, és nagyon sok problémát fog okozni ez az operáció részére. Ez a mostani állapot ennek a hatalmas raktárotoknak, ennek a Just-raktárnak. Ha öt dolgot kéne mondani, ami mindenképpen egy előny az előző generációs raktárakhoz képest, az intralogisztikához képest, akkor minden az az öt. Én, ha meg akarál engem győzni, hogy hogy az automatizációja meg a robotizációja a jövő. Én avval győznélek meg téged, hogy drasztikusan le lehet csökkenteni a munkavállalóknak a, a raktári dolgozóknak a létszámát. Akik jelentkös. egyébként nincs is, mert már nem találni ilyen dolgozót pontosan, 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 pontosan. Hát ez az első, az, az, az ember erőforrás. Gomba módszaporodnak a logisztikai hm. központok Magyarországon. E, mindenki próbálja átsábítani a dolgozókat, ugye emiatt emelkednek a bérek is, de már nincsen. És a legtöbb cég kénytelen akár külföldről, távol keletről is hozni dolgozókat, hogy, hogy ezt el tudják végezni. Tehát van, ismerek olyan logisztikai központokat, ahol szinte majdnem ezer ember dolgozik. Mi nálunk Hiába vagyunk a legnagyobbak, ezt le tudjuk csökkenteni akár a harmadára is, tehát nálunk max. 300-350 ember dolgozik a raktárépületben. Igen, hát az volt, akkor a kicsomag a kipakolásnál, és amik a, a, az összerakásnál Igen. van tulajdonképpen élő emberi munka, az összes többi az, az mesterséges intelligencia, a gép, robot igen, és igen, a többi, igen? igen, igen. Ami ugye azt igényli. Szóval <laughs> ugye <laughs> a mérleg másik serpenyője. A igen, mérleg igen. másik serpenyője, sokkal specializáltabb emberek kellenek ahhoz, hogy ezt üzemeltessük, mint műszaki, úgy gondolom, hogy elektromos, mechanikai karbantartás szempontjából, mint pedig IT szempontból, ugye egy sokkal magasabb kvalitású szakértelemmel rendelkező embereket kell alkalmazni, hogy ezt a effektíve bonyolult rendszert, ami első hallásra nem bonyolult, de mégis bonyolult, üzemeltessük. Ha, ha egy, mikor, mikor mondjuk egy ilyen Black Friday vagy karácsonyi időszakban, mondjuk amikor minden fullra van járatva, akkor akkor hány dolog mozog ebben a, ebben a nagyon nagy raktárban, ebben a 143 ezer négyzetméterben? Hát első ránézésre ez egy nagy káosznak tűnik ilyenkor. Hát csak azt mondom, 140, vagy hány beálló van? Sok, sok beállás már másik szám. Hány kamion, akkor hány ilyen? Ugye 148 rakodórámpánk van a kioldalon is, ami a, ugye az üzletekre beszállítja a, a termékeket iszonyatos mozgás van, a targoncák száguldoznak a csarnokba, tehát mint egy kínai mm. kereszteződést kell elképzelni, körülbelül így kell elképzelni. A te helyed is. hol van? Tehát te honnan figyeled meg, és <laughs> melyik a kedvenc helyed mondjuk egy ilyen ekkora dobozban? Az én helyem az az irodaépületben van, ugye hmm. én, én a én az egész épületér is felelős vagyok illetve az egész automatizálásér is én, én próbálom onnan támogatni a technikusaimat illetve a csapatomat hogy hogy ők minden Megkapjanak ahhoz, hogy jól tudják végezni a munkájukat. Nagyon szeretek hozzájuk lemenni és átbeszélni velük a. Ők már közelebb Zadon. vannak. Igen. Ők, ők ott vannak a gépek mellett, és ők Aha. felügyelik ezt. Ugye itt is a, a Siemens megoldások, hogy, hogy teljesen körbe van záró kerítése. Tehát az automatizálást csak úgy nem lehet megközelíteni. Ahhoz, hogy megközelítsük, meg kell nyomni egy ö, nyomógombot, ami ké, kérelmet ad a. Hmm rendszernek, hogy beléphessünk. Jaj, hát valakivel beszélgettem, és tudom, hogy be se, be se mehet, akármilyen fontos vezető be se mehet. Nem, igen, nem, igen. nem. A biztonság első számú zár. is, ugye itt is a Siemens megoldások jönnek elő, hogy olyan eszközöket telepítenek, ami ezt megakadályozza, hogy bemenjünk. Illetve ha bemegyünk, akkor leállítja az egész rendszert, és nem fog megmozdulni. Egyébként a JUSK az milyen munkahely? Egy milyennek számít? Én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon képzelem el itt a, a karrieremet. Egy uh, skandináv kultúra nagyon érződik rajta, ami azt jelenti, hogy nagyon lapos a hierarchia. Mindenki nyitott, abszolút őszinte és, és, és tiszteleteljes kommunikációt folytatnak, nem csak a kollégákkal, hanem az ügyfelekkel is. Tehát abszolút nyitott lapokkal játszunk. 79, ugye egyetlen Dánia üzlet, ugye onnan indult a. a igen, 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 igen. Karrier. Igen, igen Lars Larsen volt az alapítónk, akinek volt egy uh, tévés interjúja is, ahol az volt, hogy egy uh, I have a good offer. Ja, <laughs> ja. Ugye akkor még tolpaplanokat, párnákat árult a cég. De és leket, ez, igen? És így nőtt ki hogy jelen pillanatban több mint 3300 boltunk van Magyarországon, csak 98. Hányféle termék? Azt akartam körülvetni. Nem tudom pontosan, de én olyan 7000 környékére tenném. És az a 7000 az ott mind a baraktában, Igen. kisebb, nagyobb erőfeszítéssel felelhető, vagy megtalálható lenne. Igen. Van úgy, hogy valami elveszik? Automatizáció, robot. Hogyne, hogyne. Akkor mi van? Honnan? Jó, van egy vonalkódom, ugye? Aztán onnantól sötétség szó szerint Igen, is. Megy a nyomozás. Az embereim is szoktak nyomozni, ugye van ez a development osztály akik ugye ezt az egész raktárirányítási rendszert kezelik, hmm. ők is nyomoznak, és mindenki nyomoz. Valahol azért nyomát lehet találni ezeknek a... tehát az terméken. minden előkerül. <laughs> igen, 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 igen. igen. Visszatérve a Jusk-re meg arra, hogy skandináv, meg hogy honnan indult, meg te dolgoztál Finnországban, hogy neked, neked nagyon bevált, ugye? Akkor ez a személyiségednek, igen, 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 megfelelnek ezek az északi országok. az munkárdok. északi országoknak nagyon beváltak. Azért is választottam annak idején a de, de mi bennük a, az a közös? Az az, az az emberekkel való bánásmód, a tisztelet, az őszinteség és, és, és a támogatás. És, és a lehetőség biztosítása mindennapokban, hogy az ember fejlődjön. Te hogy fejlődsz? És hogyan látod akkor az intralogisztika jövőjét? Mondjuk. Nem mondok időt, hogy hány év, mert annyira gyorsan fejlődik ez a technológia, egy butaság lenne, de te, te hogy látod a jövőt? Azon túl, ami klisé, hogy hát ezek a dobozok teljesen zártak lesznek, teljesen hidegek, teljesen, sőt, és már ember nagyon nem is fog kelleni. Valahol, azért kezdtem, hogy hol vagy helyileg, valahol emberek hatalmas monitorokat nézegetnek, de egyébként igen, igen, még igen, mit igen, tud igen. fejlődni? Én ugye már nagyon a, a menedzselés felé vettem, én nagyon sokáig technikai emberként dolgoztam, ezért is mindig a számok, illetve a, 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 a rajzok voltak az én fejemben, ugye én alapvetően építész és gépészmérnök is vagyok, Uh, és most nekem ez egy új terület, amit a Jüszka hogy az embereknek a menedzselése, és ez egy olyan módon, hogy a tiszteletet mindig megadjuk nekik. Bármilyen konfliktus uh, helyzet is áll elő, mert mindenhol áll elő, emberek vagyunk, de ezt olyan módon kezelni, hogy, hogy a másiknak a tiszteletet minden pillanatban megadjuk. Az ez érdekes, egy a mérnök ember vagy, és a számok meg a rajzok után most inkább az emberekkel Igen, igen, igen. Nekem ez egy új személyes kihívás, és ebben van egy főnököm, aki maximálisan támogat. Azt akartam kérdezni, hogy pontatlan volt, hogy ez az egész jövő, a raktározás evolúció jövője, a szakemberek jövője, az hogyan képzelhető -e? Meg az, 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 a, az a félelem és kérdés, ami mindig előjön, mert mondod ezeket a világcégeket, ugye, hogy hogy, és ezek mind, a, mind azt sugalják, hogy itt tudás kell, olyan tudás kell, ami a mostani generációknak nem feltétlenül van a birtokában, hogy a ma munkavállalója az hogyan illeszthető, hogyan elképzelhető az ő jövőjük ezen a területen, szakterületen? én megfordítanám, a cégeknek lesz az, hogy nagyon ragaszkodjanak a szakemberhez, hogy kellő energiát és pénzt fektessenek az ő képzésükbe. Egy ilyen rendszernek a megismerése több évet igényel, és, és, és is iszonyatos, iszonyatos energiabefektetést az ő képzésükre. Ami miatt meg kell, hogy, 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 hogy az az engagement, ugye ma, manapság nagyon használatos ez a szó, hogy az elköteleződés a cégfele nagyon magas szinten legyen, és erre kell odafigyelni a cégeknek, hogy ne veszítsék el a, a, a szakembereket, mert ők ismerik tövéről hegyire a rendszert. Ha egy ilyen szakembert kell pótolni, az több év. Jó, tehát lojalitás. Ez, ez A lojalitás, világos. igen. Ö, másik oldalról az intralogisztikát én úgy képzelem, el, igen, manapság az elkereskedelem az, ami nagyon felfelé ívelő fázisban van. Ugye ennek van több része. Most, ha azt nézzük, ha csak ilyen, ilyen kis apróbb dolgokat, azoknál lehet ilyen nagyon trendi dolgokat bevetni például az ah, Azon, ahol ahol drónokkal szállítják így a raktárcsarnokon belül a termékeket, ami egy nagyon izgalmas és, és trendi megoldás, de ugye ezt képzeljük el egy bútorrapnál vagy egy kanapénál, ahhoz már elég nagy trón kellene. De a magaságotok megvan hozzá 40 méter, Magassá... tehát akár repkedhetnek ott egyébként. Akár repkedhetnek akár is, igen, is van. de de ugye ahhoz milyen, milyen teljesítményű gépek kell lennének. Mindenképpen az automatizálás sí a jövő. Ugye ez nagyon nagy összeg manapság. De ezt hosszú távon mérlegelnie kell egy vállalkozásnak, hogy, hogy erre, erre be kell ruházni, még ha ennek hosszú a megtérülési ideje is. Mert elkerülhetetlen. Az automatizálás nem fog szabadságra menni, az automatizálás nem lesz beteg, igen. Olyan szinten lehet beteg, hogy valami elromlik benne, az előfordul, de ha úgy van megtervezve, hogy ezt át tudjuk hidalni. Nálunk is például úgy van, hogyha egy egy felrakógép meghibásodik, minden sorban tárolunk terméket, akkor egy másik, a, a szoftver át fog irányítani, egy másik sorból hozza ki ezt a terméket és adja le. Tehát nagyon okosak ezek a rendszerek, de az is kell, hogy okos emberek üljenek ott mögötte. Ez jó végszó egyébként. Még egy utolsót akartam kérdezni, hogy van olyan pillanat, időpillanat, pillanat, amit úgy nagyon élvezel. Azt érzem, értettem, hogy, a, hogy, hol van az a hely, meg hogy lemész, vagy odamész a, a kollégákhoz, akik már a végeken vannak, de van olyan idő pillanat, ami megnyitottátok ezt a hatalmas, legnagyobb, ugye, legnagyobb hazai létesítmény, intralogisztikáról Igen. van szó. Itt a nyitás is nyilván, amikor, aztán, amikor teljes az első karácsony, vagy nem tudom, az első ünnep, amikor fölfut a kereskedelem, értem. De, de van olyan pillanat, amit úgy nagyon, amire büszke vagy, vagy szeretsz. Igen. Ugye nálunk az a jó pillanat, mikor láthatatlanok vagyunk. Én akkor szeretem, mikor megkérdez az embereket, hogy van valami probléma, és azt mondják, hogy nincs minden rendben működik. Minden mozog, minden bolyog, minden rakodik, igen. minden kúszik, mászik. igen, ha? igen. Nálunk az a, az a jó pillanat, mikor nem történik semmi a mi részünkről, a mi oldalunkról. Tehát minden, minden rendben van. Ritka ez a pillanat, de előfordul néha-néha. Hát várjuk akkor a hollandiai fejlesztéseket, meg azt, hogy akkor, akkor hogyan léptek ti itt tovább. Hát nyilván nagyjából ezt Igen. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Iparhangjai Podcast második adása. Jüszk, most már tudjuk, hogy hogyan, pontosan hogyan, és, és miért ejtjük így. Seján Viktor volt itt a stúdióban, aki műszaki vezetője, műszaki menedzsere, ha isznak, nagyon szépen köszönöm, volt. Én is köszönöm. Sokat szépen. tanultam, köszönöm szépen. Nagyon szívesen.